Újabb szankciós csomagról döntöttek Brüsszelben az EU tagállamai péntek éjszakában nyúló rendkívüli csúcs találkozójukon. Kiszivárgott értesülések szerint négy ország, köztük Németország sem támogatta, hogy a korlátozás a SWIFT banki kommunikációs rendszerre is kiterjedje. Kapcsolunk Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Katalin, szervusz, miért utasította Németország a szigorúbb intézkedéseket? Valóban, ahogy a német sajtó fogalmazott, talán még soha nem volt ekkora az egység az Európai Unió tagállamai között, amikor tegnap elfogadták az új szankciós csomagot Oroszországgal szemben, és valóban ezúttal kimaradt ebből a csomagból Oroszország kiutasítása, kitiltása a SWIFT rendszerből. A SWIFT rendszer egy üzenetküldő rendszer a különböző bankok között, tehát a világ 200 országának 11 ezer bankja csatlakozott ehhez a rendszerhez, és gyakorlatilag a pénzügyi tranzakciókat teszi gyorsá és biztonságossá ez a rendszer. Négy ország szavazott arra, hogy Oroszországot nem kell kitiltani ebből a rendszerből, legalábbis a Olaf Scholz kancellár nyilatkozott, egyelőre nem, tehát a helyzet súlyosbodása esetén jöhet szóba, hogy ezt a korlátozást is bevezessék Oroszországgal szemben, és valóban felmerül az a kérdés, Németországnak vajon miért áll érdekében az, hogy nem szavazta meg ezt a rendkívül súlyos, hanem az egyik legsúlyosabb szankciót Oroszországgal szemben, és itt nem csak a német vezető politikusok szólalnak meg ezzel kapcsolatban, hanem orosz politikusok, sőt orosz szakértők is, hiszen tudni kell azt, hogy Németország gázfelhasználása 55%-ban függ Oroszországtól, és hát gyakorlatilag itt tartanak attól, hogy akadozhat a gázellátás, illetőleg Németországra nézve súlyos következményekkel járna, hogyha egy időre ismét robbanásszerűen emelkednének a gázárak. Dmitri Medvegyev volt orosz elnök beszélt arról, ugye korábban beszámoltunk arról, ahogy az M1-nek nyilatkozók is elmondták, hogy a gázárak itt Németországban az 5-6-szorosukra nőttek, és az orosz szakember, az orosz politikus attól tart, hogy egy időre akár a 20-szorosukra is nőhetnek az eredetihez képest a gázárak Németországban. Németországról tudni kell azt is, hogy a gáztározók 30%-ban telítettek. Tavaly is ugyanez volt a helyzet az évnek ezen időszakában, viszont az azt megelőző években meghaladt az 50%-ot, volt olyan év, hogy a 80%-ot is elérte a gáztározók telítettség az évnek ezen időszakában, és aggodalomra adhat okot a helyzet abban az esetben, hogyha az elkövetkező időszakban hideg idők köszöntenének be Németországban. Noll Katalinnak Berlinből köszönjük szépen!